Mi az a jóga? Szórakoztató időtöltés? Egy extrém sport? Vagy valami mélyebb út az önmegvalósítás felé? És hallottál-e már arról, hogy az ősi írásokban többféle jógáról van szó? Karma jóga, a cselekvés jógája, dzsnyána jóga, a tudás jógája, astanga jóga, a meditáció jógája, bhakti jóga, a szeretet és az odaadás jógája. Mit jelentenek ezek? És hogy függnek össze? Hogy áll össze az egész rendszerbe? Hogyha szeretnéd mindezt megérteni, ajánlom figyelmedbe a bevezetés a Védikus Irodalomba című jegyzetünket, és az ehhez kapcsolódó tanfolyamot, ami egyben felkészít a felvételire a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára. Gyere, olvas, tanulj, hallgass, szeretettel várunk!